annyi lesz, hogy kimegyünk, és megvárjuk a legjobb időszakot, amikor a legjobb befújások jönnek és szelegve, akkor fogunk felszállni. A siklóernyőzésben van valami felpörgetően zsigeri érzés, szóval ha feljössz a hármas határhegyre ernyőzni egyet, akkor a legfontosabb, hogy elkapj egy jó befújást, mert így akár egy fél órán keresztül is fenn lehetsz a levegőben. De persze, ez az egész nem csak az adrenalin vadászatról szól. Az égben megtapasztaltad, hogy milyen katartikus hatású, amikor a madarak és a lelkek világát ostromlod. Azonnal próbáltam, fantasztikus érzés. Eddig én a sárkányrepülőzést próbáltam, úgyhogy épp itt az ideje, hogy kipróbáljam, hogy milyen a siklóernyőzés. Szerintem azért ez egy picit másabb lesz, izgalmasabb, talán félelmetesebb is. Mint ahogy látjátok, a táj gyönyörű, az idő is szép, úgyhogy reméljük, hogy a levegőben is minden oké lesz. Szólj ránk egyet, Gabi! Hoppá, hoppá! Semmi, jaj, azért megijedtem. Ez most jó befújás? Belefutunk a bokorba, az érzésem volt. Hát igazából az a félelmetes az elindulás, nem? Igen, igen, egy picit. Hoppa! Na ez azért... Ajjajjajjajjaj! Hoppa! Na, sikeresen földet értünk, úgyhogy... Hát most annyit kell csinálnunk, hogy fel kell oda menni, oda a hegytetőre. De se baj. Nagyon király volt, úgyhogy hajrá, ti is próbáljátok ki.